egy ilyen kerítés kiállításnak az talán a nagyszerűsége, hogy ez igyekszik megszólítani mindenkit, aki elhalad itt az akadémia irodaháza előtt, az utca emberét, mindenkit, aki egy pillanatra megáll, visszaemlékezik, rácsodálkozik, elgondolkodik, és nem csak a magyar társadalomnak szól ez a kiállítás, hanem QR kódokkal idegen nyelven is meg lehet tekinteni. Ember nélkül semmi nem lehetséges, intézmény nélkül pedig semmi nem tartós. Így és Gyula egyszemélyes intézmény volt. Csóri Sándor szavaival korán eldöntötte, hogy a vér aláfutásos Magyarországon nem a vakmerőség, hanem a józanság az igazán hősi állapot. Ez most az íjési korparancs. Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy ebben az elmúlt évben, amelyben apám születésére és halálára emlékeztünk, olyan sok feladatot vállalt ebben az évben. Megújult apámnak a síremléke is, a Nemzeti Örökségvédelmi Intézetnek a segítségével és a Magyar Művészeti Akadémiának a segítségével. Apámnak az életműve hatalmas időszakot ölel át, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész 20. századat. A 1920-as évektől az 1980-as évekig hatalmas életművet hozott létre, és ezt az életművet néhány tablón röviden megmutatni nem egyszerű feladat. Ami engem íjésben a legjobban megfogott az az, hogy nagyjából a 20-as évektől a 80-as évek elejéig, tehát a haláláig, minden évtizedben, minden korszakban, minden műfajban, minden történelmi esemény, minden irodalmi hullám keretében maradandót tudott alkotni. Ilyesnek azt hiszem a legismertebb verse világviszonylatban is, nem csak Magyarországon, az Egy mondat a zsarnokságról, és ez egy különleges történetű vers. Elrejtette a megírása után, több rejtek helyen, több példányban is eldugta, viszont tudta kívülről, és Flóra néni is megtanulta. És így és 56. október 23-án Miskolcon tartózkodott, Szabó Lőrinc irodalmi estjét nyitotta meg. Ott érte a forradalom híre. És az első dolgai közé tartozott, hogy emlékezetből leírja ezt a verset. A miskolci lejegyzésben viszont néhány sor kimaradt, és a teljes szöveg az később került elő, de addigra már ez az irodalmi újságbeli szöveg vált etalonná. Legyen bár szó a pusztai cselédeknek a sorsáról, vagy a két háború közötti szegényparasztságról, vagy a határon túli magyarokról, és még sorolhatnám, a közösség iránti felelősségérzet révén mindig valamilyen módon ugye az úgynevezett magyar sorskérdéseket pendítette meg apám. A természetéből adódóan nem tudta elviselni az igazságtalanságot.